koronavírus járvány. Egy évvel ezelőtt kezdődött a védőoltások beadása Debrecenben. Karácsonyi ajándékok. Mától lehet visszacserélni a mérethibás vagy nem tetsző darabokat. Állatok karácsonya. Ünnepi lakomával lepték meg a gondozók az állatkert lakóit. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. December 27-e hétfő van. Már is mondom a legfrissebb helyi híreket. Éppen egy évvel ezelőtt kezdődött a koronavírus elleni védőoltások beadása Debrecenben. A munka azóta folyamatos. A Bethlen utcai oltóközpontban a két ünnep között 10 helyen fogadják a vakcináért érkezőket. Karácsonykor csak oltási ügyelet volt a járóbeteg szakellátási központban, de hétfőn ismét teljes kapacitással dolgoztak. Az év utolsó hetén is minden nap több százan kapják meg itt az első, második vagy harmadik adag vakcinát. Az omikron variáns most egyre inkább terjed, és talán így nagyobb biztonságban tudom magam és a családommal. Egy éve, 2020. december 27-én kezdődött az oltási kampány Debrecenben. Először az egészségügyi dolgozók kapták meg a koronavírus elleni vakcinát, akkor mindössze két oltóhely működött. Ahogy érkeztek a vakcinaszállítmányok az országba, úgy nőtt azok köre is, akik felvehették a koronavírus elleni oltást. Tavasszal voltak olyan hetek, amikor több mint 70 oltóhely működött a klinikai központban. November óta a 12 évnél idősebbek a Bethlen utcai oltóközpontban kapják meg a vakcinát, itt 10 oltóhely áll folyamatosan rendelkezésre. Egy egyenletes dinamika alakult ki ennek az oltási tevékenységnek a működtetésébe, illetve ennek az oltásoknak a felvételébe. Ehhez már meg kell rutinnal, tapasztalattal bírva, kellő szervezéssel tudjuk megoldani ezeket a feladatokat. A szilveszteri hosszú hétvégén is lesz oltási ügyelet, ahová már most lehet időpontot foglalni. A legfrissebb adatok szerint továbbra is enyhül a járvány negyedik hulláma. Csütörtök óta 436 beteg hunyt el a szövődmények miatt. Négy nap alatt kevesebb, mint 8000 új fertőzöttet regisztráltak, közülük 350-et Hajdú-Bihar megyében. Debrecen helyett Budapesten szállt le ma a Wizz Air párizsi járata. A változtatásra a kifutópályán keletkezett betonhiba miatt volt szükség. A Wizz Air légitársaság francia fővárosból érkező járata 12 óra 5 perckor landolt volna Debrecenben. A kifutópályán keletkezett hiba miatt azonban nem tudták fogadni a gépet, és a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre irányították. Úgy tudjuk, hogy az utasokat buszokkal szállították a Civisvárosba. A Debrecen International Airport Kft. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében az olvasható. A futópálya burkolatán egy korábban elhárított betonhiba javítóanyaga nem várt módon meglazult. A hibát délután 3:30-ra kijavították, így a repülőtér ismét biztonságosan tudja fogadni a járatokat. Teljes körűen felújítják a Csapókerti Közösségi Házat. Amint egy 600 millió forintos beruházás eredményeként az épület együttes nem csak szebb lesz, de olcsóbban és környezetbarátabb módon lehet majd üzemeltetni. Az itt működő civil szervezetek és egyesületek a korszerűsítés idejére máshová költöznek. Így néz ki most a Csapókerti Közösségi Ház, de a tervek szerint jövő év elején megkezdődhet a felújítása. Az eredményes közbeszerzésről szóló felhívás néhány napja jelent meg a közbeszerzési értesítőben. Jelenleg itt több mint 20 művészeti csoport és egyesület működik, ők átmenetileg máshova költöznek át. Erről októberben beszélt a városrész önkormányzati képviselője. Az elkövetkezendő egy évben zárva lesz a ház, és olyan nagymértékű átalakítás lesz, ami szükségessé teszi az, hogy bezárjuk ezt a területet. Ez idő alatt minden egyesület különböző helyen fog tudni majd találkozni, és az egyesület életet fogják tudni majd tovább élni. A korszerűsítés tartalmaz egy átfogó energetikai fejlesztést, benne burkolat és nyílászáró cserét, valamint az itt működő városi szociális szolgálat telephelyének belső felújítását. A beruházás során korszerűsítik a villamossági és gépészeti berendezéseket is. Itt alakítják majd ki a debreceniek házát, ami könyvtári funkciókat is ellát majd. A munkát a Debreceni Mélyépítő Holding fővállalkozó és tanácsadó Kft. Nyerte. A nyertes kivitelezőnek 7 hónapja lesz a munka elvégzésére. A fejlesztést a Városi Önkormányzat Európai Uniós, illetve saját forrás felhasználásával finanszírozza. A szerződés kötési moratórium január 3-án jár le. A felek azt követően köthetik meg a kontraktust.
A csaknem 600 millió forintos beruházás eredményeként a Süveg utcai épületegyüttes nem csak szebb, de környezetbarát is lesz. Elkezdődött az általános felsőoktatási felvételi eljárás. A napokban közzétették az induló képzéseket. A felvételizőknek február 15-éig kell dönteniük arról, hol szeretnének tanulni jövő szeptembertől. A Debreceni Egyetem csaknem 150 alapképzési és mesterszakot, valamint hasonló számú szakirányú továbbképzési szakot hirdetett meg. Az intézmény 14 karon várja a regisztrációkat. A továbbtanulás előtt állóknak legalább egy emelt szintű érettségi vizsga vagy felsőfokú oklevél szükséges a jelentkezéshez az alap, illetve osztatlan mesterképzésre. A jövő szeptemberben induló kurzusokról és az eljárás menetéről a felvi.hu-n érhető el részletes tájékoztató. Jelentkezni ugyanitt az e-felvételi rendszeren keresztül lehet február közepéig. A ponthatárokat várhatóan júliusban hirdetik ki. Nem jó a méret, nem tetszik a szín, hibás a termék. Ezek a leggyakoribb okok, amik miatt karácsony után sokan visszaviszik az ajándékokat az üzletekbe. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a cseréket érdemes minél gyorsabban lebonyolítani. A karácsony már elmúlt, de ma is sokan sétáltak szatyrokkal a kezükben a bevásárlóközpontban. Leárazás. Ez a felirat olvasható a legtöbb kirakatban. Ilyenkor sokan vásárolnak a leértékelések miatt, de akad, aki még most is ajándékot vesz. Előzőleg mindig megkérdezzük a családtagjainkat, hogy mi az, amire esetleg vágyna, és akkor így ugye céltudatosabban tudunk vásárolni. Mondjuk ma pont azért jöttünk, hogy még mindig karácsonyi ajándékot vásárolunk. Akadt, aki a karácsonyi ajándékot cserélte vissza. A leggyakoribb indok, hogy nem volt megfelelő a méret, vagy nem tetszik a fazon. Ez a család például egy tabletet cserélt ki. Azért, mert az ajándékozottak nem felelt meg a termék. A termékek cseréjének egyik feltétele a vásárlást bizonyító nyugta. Fontos az is, hogy az áru hibátlan állapotú legyen. A tapasztalatok szerint ma már többnyire nincs gond egy-egy darab visszavételével, illetve az ára levásárlásával. Ahányszor mi visszacseréltünk dolgokat, velünk mindig nagyon kedvesek és rugalmasak voltak az eladók. Ebben az üzletben az ünnepek miatt január végéig van lehetőségük a vásárlóknak arra, hogy kicseréljék az ajándékba kapott termékeket. Általában erről szól a két ünnep közötti időszak, hogy a karácsonyra kapott ajándékot általában visszacserélik vagy levásárolják. Nagyon ritka esetben fordul elő nyilván a pénzvisszafizetés, de ilyen is szokott lenni. A cserét érdemes néhány napon belül lebonyolítani, mert a határidők üzletenként eltérők. Egyre többen vásárolnak ajándékot online, ilyen esetben van lehetőség a visszaküldésre. Fontos viszont, hogy ez nem csak a hibás termékekre érvényes. A termék készhez vételétől számított 14 naptári napon belül meggondolhatjuk magunkat. Indokolás nélkül elállhatunk a vásárlástól. Tehát itt ebben az esetben még csak indokolnunk sem kell, hogy miért nem szeretnénk megtartani az adott terméket. Egyszerűen csak egy elállási nyilatkozatot kell közölnünk a vállalkozással. Változás, hogy a hibás termék esetén januártól az eddigi 6 hónap helyett egy évig kell bizonyítani a kereskedőnek, hogy nem gyártási hibáról van szó. A koronavírus miatt árván és félárván maradt gyerekeket támogatja idén a Campus Fesztivál jótékonysági gyűjtése. Egy év kihagyás után július végén ismét várta a bulizókat az ország egyik legnagyobb kulturális rendezvénye. Már hagyomány, hogy a nyitófogadásra meghívott vendégek minimum 10 000 forinttal járulnak hozzá a fesztivál jótékonysági gyűjtéséhez. Ebben az évben több mint 6,5 millió forint gyűlt össze. A pénzt a COVID-árvákat és félárvákat támogató Regőci István alapítványnak utalják át a szervezők. Ebben az évben, 2021-ben úgy éreztük, hogy mindenképpen a COVID-árvák megsegítése lehet egy olyan gyűjtési akciónak az alapja, ami gyakorlatilag az évben történt és az előző évben történt sok haláleset miatt valódi segítséget nyújthat azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei ebben a betegségben haltak meg. Az állatokról sem feledkeztek meg karácsonykor. A Nagyerdei Kultúrpark ünnepi lakomákkal kedveskedett lakóinak. Az örökbefogadók ingyenes szakvezetéseken vehettek részt. Támogatásuk ugyanis sokat jelentett az intézménynek a járvány okozta gazdasági veszteség miatt. Diót, mogyorót, mazsolát, illetve babapiskótát, ha szeretnétek, bárki megteheti, tehát nyugodtan lehet jönni. A különleges reggeli pillanatok alatt elfogyott. A látványetetést nagy érdeklődéssel követték a kicsik. Az állatbarát gyerekeknek otthon is vannak kedvenceik. Cicám. És miért jó, hogy van egy cicád?
Menjetek fel aludni. Ebben mi jelentéseket tudunk tenni, látják, ha új egyet születik, felvezetni bármilyen betegséget, vagy bármit. A szakvezetés során számos információt megtudhattak a látogatók az állatkert működéséről, és kérdésekből sem volt hiány. A legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy meddig él egy-egy állat, és hány utód várható. A fehérkezű gibbonok is kaptak ünnepi lakomát. Igyekszünk ilyenkor mindig nekik egy kis különlegességet biztosítani, környezetgazdagítási eszközöket, például most felfűzve kapták meg a takarmányt, ugye ez másabb, mintha csak letesszük a megszokott helyre. Kaptak majomgolyót, ebbe vitaminokat rejtettünk, és banán alapú, tehát nagyon édes és kedvelik ezt is. Ma nem csak az állatok, hanem az őket jelképesen örökbefogadó nevelő szülők is kitüntetett figyelmet kaptak. Az intézmény idén különösen hálás a támogatóknak, ugyanis a járványhelyzet miatt 4 hónapig zárva kellett lenniük, így volt helyük az adományoknak. A kazán rendszerünket azt teljes mértékben meg tudtuk újítani, ez 17 gázkazán cseréjét jelenti, amely sokkal energiatakarékosabbak és hatékonyabbak, és hát emellett igyekszünk a fűtött önitatók számának bővítésével az állatok komfortérzetén is javítani. Én bízom benne, hogy azért a látogatók látják azokat a törekvéseket, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy az állatok minél jobban érezzék itt a nagy erdőn magukat. Az állatok karácsonyán valamennyi örökbefogadó ingyen vehetett részt. Szoboravatás, óvoda átadás, Farmer Expo és rendhagyó virágkarnevál. A nyár utolsó hónapja is bővelkedett eseményekben Debrecenben. Évvégi összefoglaló sorozatunkban most augusztus legfontosabb történéseit idézzük fel. Egy év kihagyás után ismét volt Farmer Expo. A 30. jubileumi rendezvényen 330 kiállító mutatkozott be. Ez volt 2021-ben a legnagyobb hazai agrárkiállítás. Szeretnénk, hogyha minél nagyobb megtartó erővel bírna a vidék. Szeretnénk, hogyha a vidék gazdasága, a helyi gazdaságok erősödnének, mert ez az, ami tolóerőként tudja hajtani maga előtt az egész magyar nemzetgazdaságot. Ez igazából a siker záloga. Második János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulója alkalmából avatták fel a Szent Atya szobrát. Az alkotást a Szent Anna székesegyház bejárata mellett helyezték el, emlékeztetve arra, hogy II. János Pálnak fontos szerepe volt az egyházmegye megalapításában. Neki köszönhetjük azt, hogy Debrecen Nyíregyháza, egyházmegye központja itt Debrecenben van. Ő alapította meg az egyházmegyénket, hálásak vagyunk neki, és hálásak vagyunk érte a Jóistennek. Modern környezet, színes játékok és gyermekbútorok. 460 millió forintból készült el az új katolikus óvoda Józsán. A fejlesztéshez a város önkormányzata 115 milliót adott. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Debrecen a 21. században is olyan város, amely ebben a tekintetben lehet, hogy nem a világtrendeket követi, de a saját történelméhez, a saját tradícióihoz ragaszkodva igenis irányt és utat tud mutatni. Felvonulás helyett virágkocsi kiállítás várta az államalapítás ünnepén a debrecenieket és a városba érkezőket. A rendhagyó virágkarnevára 14 kompozíció készült, a művészeti csoportok pedig a város több pontján tartottak előadásokat. A szezon egyik legizgalmasabb mérkőzésén 1 pontot szerzett a Deac Jégkorong csapata vasárnap. A vendég Újpest már 3 góllal is vezetett, de a hazaiak kiegyenlítettek, és végül csak hosszabbításban maradtak alul. Gyors gólváltásokkal indult a meccs, az Ute szerezte meg a vezetést, majd a debreceniek csapatkapitánya Berta Ákos egyenlített. A vendégek ezután még 2-szer, a hazaiak 1-szer találtak be a harmadban. A fővárosi lendület a második játék részben sem hagyott alább. A harmad közepén már 5-2-re vezettek, de a Deac 2 perc alatt 2 gólt szerzett. A záró 20 percben aztán az egyenlítés is összejött. 16 másodperccel a lefújás előtt Vlagyiszláv Kulesov ütött gólt, így jöhetett a hosszabbítás. A házigazda hamar emberhátrányba került, amit ki is használt az Újpest. A 2 pontot érő 6. találatot Benk András szerezte, a debreceniek pedig egy-egységgel gazdagodtak. Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehir.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!